egészségfejlesztő mentálhigiénész szakirányú továbbképzési szak. A szakirányú továbbképzést elvégző szakemberek megismerik a holisztikus egészség pozitív, erőforrás alapú szemléletmódját, és képessé válnak arra, hogy az egészségfejlesztés, a lelki egészségfejlesztés és a mentálhigiéni módszereit a legkülönfélebb szakterületeken végzett munkájukba integrálják. Továbbá a képzés fontos feladata az is, hogy a résztvevők megtapasztalják a tudomány és szakmaközi együttműködésben rejlő egészségfejlesztési lehetőségeket. Erre építve válnak képessé a munkahelyükön is elősegíteni az egészségfejlesztés megvalósulásához elengedhetetlen szakmaközi kooperációt. Az egészséget, a jó közérzet és a megelégedettség minden területe alakítja, így a környezeti, társadalmi, szomatikus és pszichés tényezők is. A hallgatók korábbi felsőfokú végzettségük kompetenciáit olyan elméleti és módszertani tudással bővíthetik ki, melyek birtokában egyéni, csoportos és szervezeti szinten kamatoztatható egészségfejlesztő és mentálhigiénés szakfeladatokat láthatnak el. A szakon végzett hallgatók ismerik az egészségtudományok alapvető modelljeit, az egészségfejlesztés elméleteit és módszertanát a különböző életkorú és társadalmi helyzetű csoportokra alkalmazva. Medicinális, népegészségtani, család és életmód szociológiai ismereteik révén komplexen látják az egészséggel kapcsolatos kérdéseket. Fejlődéslélektani, személyiséglélektani, szociálpszichológiai ismereteik segítik a személyiség jobb megismerését, és megalapozzák a szakszerű beavatkozási lehetőségeket. Egészségfejlesztésre életünk minden területén szükség van. Ott, ahol az ember tanul, dolgozik, játszik és szeret. Ezért a szakirányú továbbképzésünk is nyitott a pedagógus képzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos és egészségtudomány, sporttudomány vagy hitéleti képzési területen szerzett alapfokú végzettséggel rendelkezők irányába. A pedagógus végzettségű érdeklődők számára ajánljuk, hogy tájékozódjanak az egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakunkról is, és mérlegeljék, hogy melyik képzés felel meg leginkább célkitűzéseiknek. A képzés időtartama 3 fél év. A részvétel feltétele alapfokú végzettség, pedagógus képzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos és egészségtudomány, sporttudomány vagy hitéleti képzési területen. A képzés gyakorisága fél évenként 4 hétvége, péntek-szombat. A finanszírozási forma költségtérítéses. A jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon történik. A képzés elméleti stúdiumai online módon valósulnak meg, így tanulmányai egy részét otthon a kényelmében végezheti el. A jelentkezési határidő augusztus 31-e.